stúdióban pedig üdvözlöm Kocsis Mátét, a Fidesz frakció vezetőt. Jó estét kívánok! Együtt uh, beszélget, vagy hallgattuk uh, A papírforma szerint győzni kellett volna a baloldalnak. Egy tapasztalt jelöltet indítottak egy jobbikos körzetben, ráadásul teljes összefogás, félidős választásunk, amikor gyengében szokott szerepelni a Fidesz felül teljesített. Konz Zsófija, hogyan értékelik önök? Szerintem egy nagyon, nagyon jó jelöltet sikerülten sikerült elindítanunk a a szerencsi körzetben, Konzsófia személyében, és ugyanahogy mondja, az időközi választások azért alkalmat adnak a kormányjal szembeni protest szavazatok előretörésére, és így volt ez egyébként, ha visszaemlékeznek a, akár a Veszprémi, vagy akár a Tapolcai időközi választáson is, amiket ugye elvesztettek a kormánypártok, ilyen időközi országgyűlési választásokról beszélek. Ráadásul ugye ez a körzet, amiben most Konzófű nyert, ez alapvetően nem mondható egy kormánypárti túlsúlyú körzetnek. Nem egy-nem két országgyűlési választás volt már ebben a körzetben, vagy ennek az elődjét is ideértve még több, mert ugye átalakultak a körzetek 2014 előtt. De már ebben az új körzetben is volt több országgyűlési választás, és még soha nem szereztünk 50% fölötti szavazatarányt országgyűlési választáson. Ami azt jelenti, hogy az ászló azért, hogy mondjam, egy összeellenzéki vagy összbaloldali összefogás esetén nem nekünk állt. Két, két ok lehet szerintem a dolog mögött, biztos van sok más is, de azt majd az elemzők meg a politológusok megfejtik, az nem dolgom nekem. Az egyik, hogy Konzsófia egy, egy abszolút hiteles személy, és az édesapja örökségének folytatójaként nyilván nem is volt teljesen ismeretlen a körzetben. A másik pedig a baloldalnak, a vezette a bal a, a baloldalnak az elhibázott és, és hamis kampánya egy nagyon rossz jelöltel. Ugye ja, ma a parlamentben is folytatódott ez a téma, feltűnően hallgattak a napi rendelőtti felszólásokban az én ellenzéki Igen, és nekik, hogy Igen. kínos az a csend, ami honolt ma az országgyűlésben, Jakab Péter sem volt jelen. feltűnően hiányolt és egy Facebook bejegyzében, mit kérdezett volna Jakab Pétertől? Hát szerintem nem az a lényeges, hogy én mit kérdeztem volna, hanem szerintem az, az lett volna a lényeges, hogyha ő egy pártelnökének gondolja magát, akkor a, a nehéz pillanatokban is úgy viselkedik, mint egy pártelnöke. Akkor azért a, illik ilyen. Tehát ha valaki nézi a parlamenti közvetítéseket, az elmúlt heteket végig ordibálta és végig fenyegetőzte a kapcsolatot. hogy önök retteghetnek. Hogy... Igen, mi nagyon rettegtünk is tőle, meg mindenféle dolog történt. Folyamatosan sértegeti a, a miniszterelnököt, a képviselőtársait, de nem a, nem a politika megengedhető szintjén, hanem alpári, útszéli, kocsmai stílusban. És az elmúlt hetek is azzal teltek, hogy Jakab Péter miként fenyegetőzik. Egyébként most nem tudom, hogy érdemes -e ezzel terhelnem ezt a beszélgetést, de én hoztam tőle idézeteket, amiket ma mondtam is a parlamentben. De mielőtt ebbe netán belevágnánk, azért a kérdésére annyiban hadd válaszoljak, hogy azért nem úgy lett volna a tisztességes, hogyha ő a, a jelölt állító, a jelöltet állító pártelnöke, akkor lesz kedves ma megjelenni az országgyűlésben. Először is mondjuk gratulálni Konz Zsófiának. Itt jegyzem meg, hogy a mai ellenzéki felszólalók közül a napirend előttiek napi felszólalásokban senkinek ki nem csúszott annyi a száján, hogy gratulálunk Konz Zsófiának a győzelemhez. Nem egy nagy dolog, de talán megér egy, megér egy odvariassági gesztust, főleg egy olyan fiatal nővel szemben, akivel, akinek a kampányában ugyan ezek a pártok a legocsmányabb vádakat fogalmazták meg ellene. Egy dízeteket tartott önfontosnak kiállítani. Hát, Jakab Péter, gyűjteményemre nem vagyok buszke, de azért a, a hangnemről, meg arról, hogy ő hogyan látja a világot, azért sokat elárulnak a, a, a mondatai. Ugye október 11-e után már nem lesz visszaút, mondta ezt, ezt Jakab Péter. Most egyébként a tegnap történtek alapján remélem, hogy ez, ez saját magára értette. Tehát azért azt, azt látni kell, hogy, hogy, alapvetően egy, egy baloldalnak álló körzetben a, a, a jelölő párt elbukik, akkornak illene, hogy legyen következménye. De még ez a finomabbak közé tartozik, egészen a, egészen a miniszterelnök megfenyegetéséig, meg mennek a hűvöse, meg mindenféle ilyen vadókat. Most ez mindegy, mert az ő készlete ilyen. De visszatére nem úgy illett volna, hogy ma is bejön a parlamentbe és elmondja, hogy ezt a választást Kondzsófia megnyerte, levontuk a tanulságokat, majd majd a jövőben másképp próbáljuk elnyerni az emberek bizalmát. Tehát, hogy mondjam, az a politikai kultúrálatlanságban még mindig van valami zavaró, bár ma már illúzió lenne azt hinni, hogy ez változni fog, de mégiscsak azért az udvariassági szabályokat illene betartani. Ami a másik érdekes dolog, hogy azért Varjú László nem véletlen állt ott tegnapja a Péter mennet. Tehát, ha valami, valaki, azt gondolta volna, hogy hogy a gyúcsányék keze, vagy maguk a gyúcsányék nincsenek benne ebben a, ebben a választási Mechanizmusban, akkor tévednek. Hát aki látta tegnap este a Jakab Péter sajtótájékoztatóját, az láthatta, hogy Varjú László szorosan mögötte át, és figyelte a, az eseményeket. Nyilván nem volt boldog, tehát az arckifejezés nem a felhőtlenséget mutatta, de azért azt látni kell, hogy a gyócsány alatt szerveződik össze ez az összbaloldal, amelyik most tegnap kapott egy nagy pofont, mert a választók azt mondták, hogy soha többet nem kérnek, de borsodban erre másfélre bizonyosan nem kérnek gyógycsányékból, és szerintem ez nagy tanulság kell, hogy legyen. Hála Istennek nem nekünk kell ezt a tanulságot levonnunk, hanem a bal oldalnak. a vélemény arról, hogy hogy itt kiéleződtek a pozícióharcok ezután a tegnap esti eredmény után, hat Ákos ugye neki esett a, a Jobbiknak, és aztán azt is leírta, hogy elmondta valahol, hogy ő bizony talált korrupcióra utaló, csalásra utaló jeleket, de hallgatott. Tájékoztatta a pártelnököket erről, és a közvélemény előtt hallgatott. Tehát, hogy miért falazott neki a Hadházi Ákos, illetve ezek a bizonyos pártelnökök tudtak arról, hogy probléma van Bíró Lászlóval. Ők miért, miért nem csináltak semmit? kicsit költőnek tűnik a kérdés, hát valószínűleg ugyanazért, amiért mentegették őt az összes botránya alól, és most itt a korrupciós szükség. botrány, ugye az 50 millió fontos támogatás, ami amiből aztán nem fizettek ki a varónőket, Igen. csomóféle pénzügyi mahinációval maga hatházi állítja, hogy eltüntették a pénzeket. Csak a kérdésére válaszolva, hogy mondjam, a hatházi Ákos egy nem túl hiteles ember, feltűnően mindig csak azokról a korrupciós ügyekről beszél, amit ő annak gondol, és amiben ő nem érintett a sajátjairól, nem nagyon szokott beszélni, pedig volna mit mesélni arról is. De ami, ami egészen döbbenetes a dologban, az az a része, ennek a, a idézetnek, amit ön is mondott, hogy a pártelnökök tudtak arról, hogy ez, egy, hogy ez egy bűnt elkövető ember volt, és mégsem tettek semmit. Most az, hogy elindították, és még lehetett volna korrigálni, vagy még lett volna egy, azt nem tudjuk, de hogy semmi nem történt, és inkább elfették az egészet, az, az nagyon sokat elárul arról a mechanizmusról, amiről beszélünk és elindítottak egy általuk is tudottam becstelen embert, aki, aki támogatási pénzeket csalt el, és nem fizetett ki bérből és fizetésből élő kiskeresetűeket. Majd egyébként úgy tettek, mintha az égvilágon semmi baj nem lenne ezzel. Egyébként ma is elmondtam, én egy dolog miatt sajnálom, hogy véget ért ez a kampány, azért annak voltám sportértéke, hogy a, hogy Hong Gábor, Bolgár György, ilyen emberek mentegettek egy Judapestező, tetőcsúszdázó, antiszemita jobbikos jelöltet. Tehát azért, hogy a politika tudta produkálni ezt a helyzetet, azért, aki 90 óta ismeri a magyar közeletet, azért minimum fölkapta a fejét rajta, és ebben a logikában beletartozik, amit ön is kérdezett, hogyha a baloldal és a baloldal média érdeke azt kívánja, akkor egyszerűen nagyon fogják hallgatni a jövőben is ezeket az egészen vállalhatatlan ügyeiket. Nagyon rövid kérdésem lenne, még donát Anna Varga Judita folytatott vitájában, azt mondta, hogy a ugye Vera Jurovával ő nem egyeztetett soha Magyarországot ért politikai támadásokkal kapcsolatban, majd a hirtév Informátor című műsora talált egy videót, hogy ja. ahol hát ezt elismerte, hogy három naponta egyeztetett, és egyébként egy nagyon kellemes és Ön szerint kellene ennek lennie a politikai következményének? Hát nyilván kellene, szerintem a helyzet sokkal rosszabb van. Miért nincs neki? Szerintem a egy sokkal rosszabb annál, mint a Donát Anna hazudott, mert ezt, hogy mondjam, azt eddig is mindenki tudhatta, aki, aki figyelte, de a, a, gond az, hogy ez a Vera Jurova, ez a, ez a sorosnak az embere. És nyilván, most egyszerűsítsük le a képletet, Sorosnak az a baja, hogy nincs politikai befolyása Magyarországon. Ő szeret egyébként országokban politikai befolyásra szert tenni, a különböző szereplőkön keresztül Magyarországon a miniszterelnököt nem tudja befolyásolni. Ez a baja, ezért utálja, ezért segíti a miniszterelnökkel szembeni ellenzéket. Itthon is és Európában is. Az, hogy ezek, az, hogy ezek egymással egyeztetnek abban semmi meglepő nincs. Az sokkal meglepőbb, hogy Donát Anna szembe hazudja az igazságügyminisztert, a közvéleményt, az újságírót, a jelenlévőket, az sokkal súlyosabb. Annak kellene, hogy legyen következménye, a másikkal pedig megpróbálunk együtt élni, nyilván itt befolyásszerzési kísérletekről van szó, és ez a konfliktus fenn fog még maradni egy jó ideig. Kocsis Máté, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, hogy meghívta.